A nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola épületébe csak a hátsó bejáraton lehet bemenni az omladozó homlokzat miatt. 30 éve tornaterem sincs. A megoldás felé vezető első lépést most sikerült megtenni. Elkészült a leendő tornaterem tervrajza. Dobili smo sredstva na konkursu za finansiranje, sufinansiranje tehničke dokumentacije koje je raspisala u pokrajinski sekretarijat za obrazovanje za 2017. godinu u visini od 300.000 dinara. Najpovoljniju ponudu je dao projektni biro Ars Forma. Kao što ste videli, ovo idejno rešenje je sve nas oduševilo i nadamo se da će sad naši sledeći koraci ubrzano ići ka realizaciji. Tornaterem hiány, a gyerekek egy ideig az iskola pincéjében tornáztak, a dohos nedves falak miatt kénytelenek voltak onnan is kiköltözni, jelenleg a diákok tantermekben tornáznak. Hát itt a városban nagyon kevés a hely, két osztályban vagyunk, nagyon kevés is, nincsen jó torna felszerelés, nincs labda, szóval nagyon ilyen szűkös a hely. A terv szerint egy 24x12 méteres modern tornaterem épülne, ehhez azonban mintegy 350 ezer euróra lesz majd szükség. Glavno opredeljenje prilikom projektovanja fiskulturne sale je bilo da to bude potpuno savremen objekat, bez obzira što je postojeći objekat škole Sonja Marinković po zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Ja mislim da smo postigli jedan vrlo zanimljiv rezultat, vrlo savremeno rešenje. A régi tornaterem állaga akkor romlott meg, amikor az iskola mellett megépült a várost átszelő sugárút. A javítás nem volt már észszerű. Akkor hogy nem lehetett ezt a vállalatot rákényszeríteni arra, hogy egy új épületet építsen a helyére? Amellett még a telekből is lecsíptek egy falatot, úgyhogy én nekem az volt az érzésem, és megmaradt a mai napig, hogy ennek egy bizonyos tendenció állt mögött, egy bizonyos elképzelés volt, hogy ezzel az épülettel egyáltalán mi lesz. Messinger Karolina halála előtt 1942-ben Budapesten adományozó levelében ezt írta. A fenn megjelölt minden vagyonom, mint önálló jogi személyiséggel bíró alapítvány mindenkor a bánáti magyarság iskoláztatásának az ügyét szolgálja. Nem véletlen, hogy az iskola ma is a becskereki magyarság kultikus létesítménye. Ez az egyetlen általános iskola a városban, ahol megmaradtak a magyar osztályok.